Több mint 5,4 milliárd forint adósságtól szabadul meg Székesfehérvár, ennyit vállal át ugyanis az állam az önkormányzattól. Az elmúlt 20 évnek a legfontosabb csapdája. Az adósság konszolidáció mértéke így Székesfehérvár esetében 40%. A kormány meghozta a döntését, hogy Székesfehérvár adósságállományának több mint 13 milliárd forintnak a 40%-át átvállalja, tehát körülbelül 5,4 milliárd forint az, amit átvállaltunk. Az 5000 fő alatti településeknek 100%-ban átvállaltuk, és akkor most jön az a köztes elem, még erre van legalább egy fél évünk, hogy ezt elrendezzük, és tárgyalunk azokkal az önkormányzatokkal is, ahol nem keletkezett adósság, hiszen az új méltányos ügyek plusz lehetőségekhez jussanak. A tájékoztatón elhangzott, hogy az átvállalás mellett igyekeznek azt is elérni, hogy az adósság ne termelődjön újra, ezért bizonyos fékeket is beépítettek a rendszerbe. Az átvállalás pedig könnyítést jelenthet, hiszen a fejlesztések folytatódhatnak, több forrásról tud szabadon dönteni az önkormányzat. Ez így felszabaduló forrásokat a Székesfehérvár önkormányzata oktatási, sport, kulturális célú működtetési feladatainak elvégzésére tudja fordítani, és ami legalább ennyire fontos, hogy fejlesztéseket tud belőle megvalósítani, gondolok itt akár már meglévő fejlesztési források önerejének biztosítására, például a Mártirok útja felújítása válik így lehetővé, a másik oldalon pedig új pályázatokat is be fogunk tudni nyújtani. Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője elmondta, hogy a rendszerváltás óta számos olyan feladatot láttak el az önkormányzatok, amelyeket az államnak kellett volna ellátnia, és ehhez nem kapták meg a szükséges finanszírozást, ezért kerültek adósságcsapdába. Ezt tetézte az előző szocialista kormányok működése is, akik az állami feladatokat átruházták az önkormányzatokra, de ezzel szemben a kellő finanszírozást ezzel együtt nem adták oda, sőt csökkentették az állami feladatok finanszírozását, így az önkormányzatok kilátástalan helyzetbe kerülvén adósságokba menekülve tudták önkormányzatokat működtetni. A tájékoztatón az is elhangzott, az önkormányzatokat követően pedig az intézmények adósságait rendezhetik. Következő terület lehet a felsőoktatás, ahol szintén állami célkitűzés, hogy az adósság csapdát megszüntessék, ami ma az egyetemek és a főiskolák nagy részét érinti.